Na hát lassan mindent kibeszéltünk Lukács Viktóriáról, de ha minden igaz, most a vonalban van. Szia! Hallasz bennünket? Látsz is bennünket? Sziasztok! Igen, itt vagyok. Na hál' Istennek, köszönjük szépen. Nem, csak hallak. Ja igen, jó van, ez is valami. Magyarország egyik legboldogabb kézilabdázója szerintem Lukács Viktória, aki élete első olimpiájára, illetve Final Four-jára készül. Így van? Egyetértesz, vagy megcáfolsz? Igen, egyetértek. Nagyon sokan mondják, hogy ez a szezon életük legrosszabb szezonja. Én pont úgy gondolom, hogy nekem ennél jobb csak akkor lehet tényleg, hogyha a Final Four-t is meg tudjuk nyerni, vagyis a BL-t meg tudjuk nyerni, és az olimpián is egy jó szereplést tudunk produkálni. Elkezdted már visszaszámolni a napokat Tokióig? Nem, de pont láttam egy posztot, ahol talán egy hete kirakták, hogy már csak 100 nap van vissza. Még élénken él benned a szerbek elleni mérkőzés az olimpiai selejtezőről? Hát egyértelmű, hogy azért néha eszembe jut, mert ugye nagyon fontos mérkőzés volt, de hát azóta jött a Final Four-ért, ugye a Buducnost ellen, szóval így gyorsan telnek a napok. Ti mit hallottatok? Megrendezik az olimpiát? Én nem tudom, hogy lehet erről beszélni. Volt egy anti-doping meetingünk, és ott megnyugtattak minket, hogy meg lesz tartva az olimpia. Beszéljünk egy kicsit az olaszok elleni VB-selejtezőről. Volt ennek a mérkőzésnek, ezt a Danival tulajdonképpen már kiveséztük, volt bármilyen sportértéke, 56 gól a különbség a két csapat között. Gyakorlásnak jó volt véleményed szerint, vagy sem? Arra biztos, hogy jó volt, hogy aki esetleg még kevesebbet szerepelt a válogatottban, most kicsit megérezhette a közeget, hogy milyen is ez meccs közben. Hát lehet, hogy az olaszoknak több sportértéke volt, szóval többet tudtak gyakorolni ellenünk, mint mi ellenük, de nagyon örülök tényleg, hogy mindenki tudott játszani, és tényleg nagy arányú győzelmet tudtunk aratni. Csak még egy kérdés a válogatottal kapcsolatban, aztán rátérünk a Győrre. Az első meccsen azért történt néhány durvaság, elég, ha a Kovács Anett esetére gondolunk, de Márton Grétit is láttuk, hogy szerzett egy monoklit, Sacel Nadint is, Nadinnal szemben is többször szabálytalankodtak. Téged nem bántottak? Mert főleg a szélsőinket találták meg az olaszok. Nagyon minimálisan, de úgy gondolom, hogy ezt nem szándékosan csinálták, vagyis nem mindegyiket szándékosan csinálták, inkább csak a két csapat közti különbség, itt gondolok fizikális különbségre, meg ugye a gyorsaságban is, és szerintem egyszer-kétszer elkéstek, ugye, és azért történtek ezek a balesetek. Igen, talán azért, mert kevésbé képzett félprofi játékosok alkotják az olasz válogatottat. Beszéljünk, térjünk át a győri csapatra. A Brest-tel találkoztok majd a Final Four elődöntőjében. Milyen emlékeid vannak a francia csapatról? Igazából most nem tudtam még vele foglalkozni, mivel itt volt a válogatott hét. Tényleg nagyon erős csapat, két soros csapat ellen fogunk játszani, ami talán egy picit nekünk nem feküdt ugye az elején, az első meccsen. Az a jó, hogy van két mérkőzésünk, le tudjuk vonni a tanulságokat belőle, és fel tudunk rájuk normálisan készülni. Soha nem titkoltam, hogy válogatott színekben szeretnék olimpián részt venni, és klub szinten egy érmem nincsen, ugye az meg a BL. Most ebben a szezonban mindkettőn szerepelhetek, és nagyon remélem, hogy érmeket is fogok hozni magammal. Záró kérdés, hogy látod a saját teljesítményedet, mert mi úgy látjuk, hogy évről évre egyre magabiztosabb teljesítményt nyújtasz, lassan már világklassz is jobb szélsőnek lehet nevezni. Én úgy gondolom, hogy kezdek rutint szerezni, és ugye most már a pályán tudom azt, hogy
mikor mit szabad csinálnom, hogy magamat ne vigyem gödörbe. Hát próbálom mindig a legjobbat hozni. Köszönjük szépen, és csak így tovább. Sok sikert és jó egészséget kívánunk. Köszönjük szépen, hogy ilyen módon is tudtunk egy kicsit beszélgetni. Köszönöm.